A legutóbbi 7 bajnoki mérkőzéséből 6-ot megnyerő Balatonfüred lesz a DVTK Eger következő bajnoki ellenfele. Milyen célokkal, milyen várakozásokkal tekintik az utolsó hazai fellépésre? Minden hazai fellépésre. Itt is természetesen a győzelem a célunk. Főleg, hogy tényleg utolsó mérkőzés, itt a karácsony. Egy jó ajándék lenne a csapatnak is, és a nézőknek is úgy gondolom, hogyha ezt a Balatonfüredet, aki egy nagyon erősnek mondható csapat, hiába fiatal, mégis nagyon jó erőkből áll. Nagyon jók fizikálisan, nagyon jók mentálisan, tényleg önbizalommal tele vannak. De azért bízunk benne, mint a többi nagy csapat is, itt igencsak megküzdött pontért, vagy esetleg pontokért, hogy sikerül megint egy olyan mérkőzés játszanunk, ahol esélyesként léphetünk bele az utolsó percekbe. Mit gondolsz, minek köszönhető az, hogy hazai pályán ennyire oroszlán körmeit mutogatja a csapat? Önmagáért beszél, rengeteg nézőnk van, nagyon jó szurkolást kapunk, tényleg nagyon sokszor elmondhatjuk, hogy teltház előtt játszhatunk, ez már tényleg országosan is híres ez a csarnok, ez a pálya erről. Természetesen ez sokkal jobban motiválja a fiúkat, mint egy idegenbeli mérkőzés, itt tényleg mindenki bizonyítani akar önmagának, a nézőknek, a családtagjaiknak. És ezt én úgy gondolom, hogy 3 éve, amióta itt vagyok, ez szinte minden hazai mérkőzésen megmutatja a csapat. Igen, ezért vagyunk ilyen erősek, minden csapat, akinek ilyen közönsége van, vagy hasonló, sokkal veszélyesebbek hazai pályán. Ezt öröm megtenni itt, hogy ezt mi ki tudjuk használni.